Köszöntöm a Telena magazin nézőit! Első alkalommal adták át a Tolnaváros Németségéért díjakat az idei 26. Tolnai Német Nemzetiségi Napon. A helyi német közösség sikeres működését hosszú időn át elősegítő kiemelkedő tevékenység elismeréseként. A civil szervezetek közül a Mözsi Német Nemzetiségi Klubnak, a pedagógus kategóriában Bucher Erikának ítélték oda az elismerést. Első alkalommal adták át a Tolnaváros Németségéért díjakat az idei 26. Tolnai Német Nemzetiségi Napon. Pedagógus kategóriában kapott elismerést Bucher Erika, aki Tolnán született, szülei német származásúak. A német nyelvet az anyai nagyszülőktől és dédszülőktől sajátította el, utóbbival 6 éves korában tudott először találkozni Németországban. Családja a német hagyományokat a mai napig őrzi. Gyerekkoromban nem gondoltam én sem azt, hogy én ebből a német tudásból fogok megélni, egyáltalán nem. Pedagógus lettem, és a Tolnán a Vosinszki iskolában, az Ötvös utcai iskola alsó tagozatában tanítottam németet 40 évig, a nemzetiségi németet. Először tanítóképzőt végeztem, és akkor utána pedig az ELTE-nek a bölcsészkarán a német tanári szakot, de ennek ellenére én kicsiket tanítottam, tehát ugyanúgy maradtam az alsó tagozatban. Én ezt jobban szerettem, és örülök is, hogy ez így megmaradt. Később aztán elvégeztem még egy nemzetiségi kiegészítő szakot is, és egészen, tehát a 40 évet, teljes 40 évet így tanítottam végig, tehát ezt tanítottam a gyerekeknek. Aranyosak voltak a gyerekek, én pozitív dolgokra tudok igazából úgy visszaemlékezni. Én örülök neki, hogy a szülőkkel is igazán jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, és a gyerekekkel is. És igazából, mikor ezt a díjat kaptam, akkor úgy gondoltam, hogy jó, ezt a díjat igaz, hogy én kaptam. De valahol a szülők és a gyerekek is kapták ezt, akik, ha kértem őket, akkor megtették azt, amit szerettem volna, hogy megcsináljuk. A Vosinszki Mor általános iskola idén nyugdíjba vonult német tanítója, pedagógusként is nagyon fontosnak tartotta megismertetni a gyerekeket a saját gyökereikkel. Diákjaival rendszeresen közreműködött német hagyományőrző rendezvényeken. A nyelvtanításán kívül tanultunk még abból is, amit az iskolán kívüli dolgok voltak. Több kirándulást, Gerezdlakra vittem én a gyerekeket a kollégáimmal együtt természetesen, ami egy nagyon szép kis hely, nagyon sok mindent lehet látni. Aztán voltunk még Mecsek-Nádasdon a gyerekekkel, meg több helyen, ahol ilyen német tájházat lehet, Hajóson például a felső tagozatosokkal nem régen. Nagyon sok mindent lehet látni ezekben a tájházakban, és én úgy gondolom, hogy a gyerekekhez sokkal közelebb kerül így az, amit tanítanunk kell. Mert egy pár éve nem csak nemzetiségi németet tanítunk, hanem népismeretet is, és a népismeret tantárgyhoz ez igazán jól kapcsolódik. A nyugdíjba vonult pedagógus a legnagyobb problémának azt tartja, hogy napjainkban a szülők és ezáltal gyermekeik sem ismerik már a gyökereiket. Ezért örül annak, hogy díjazzák azokat, akik sokat tesznek a németség hagyományainak megőrzéséért. Szintén díjat kapott a Mözsi Német Nemzetiségi Klub. A jelenleg 20 taggal rendelkező egyesület 1991-ben alakult a helyi németség hagyományainak, szokásainak ápolása és a német nemzetiségi nyelv továbbadásának céljából. Pályázat útján tudjuk finanszírozni a mi tevékenységünket, és programjaink azok általában kötődnek a környékbeli németségnek a programjaihoz, szívesen elmegyünk fellépésekre az énekkarral, mert sajnos most már csak az énekkar működik. A tánccsoport az megszűnt 2006-ban, utánpótlás hiánya miatt, tehát nem jöttek már a gyerekek úgy táncolni, kevesen voltak, és főleg a fiúk, és mindig az volt a probléma, hogy a fiúk vannak kevesen, és ezért így az abban maradt. Az énekkarban, hát klubtagokkal együtt, mert vannak az énekkaron kívüli tagjaink is, 20 fővel működünk, sajnos a fiatalság nem jön énekelni, és nincs utánpótlásunk,
de azért mi lelkesen járunk próbára, fellépésekre, rendszeresen részt veszünk minősítő versenyeken, ahol igen szép díjakat értünk el, 3 alkalommal kitüntetéses aranyat, 2 alkalommal dicséretes ezüstöt, most legutóbb aranyminősítést kaptunk. Rendszeres programunk, amit a klub szervez, az az adventi koncert. Hát ezt nem tudom, hogy az idejében mit fogunk belőle megvalósítani, sajnos az idejében ez a koronavírus a mi programrainkra is rányomta a bélyegét, hogy úgy mondjam, tehát nem mehettünk sehova se fellépni, nagyon-nagyon kevés fellépési lehetőségünk volt. A klub elnökét hatalmas büszkeséggel tölti el, hogy elmondhatja, hogy a Mözsi Német viseletet az Egyesület tánccsoportja és énekkara ismertette meg Magyarországgal, és mutatta be külföldön is, ugyanis jártak Svájcban, Ausztriában és Németországban is. Ez a névviselet, erről azt kell tudni, hogy úgy terjedt el, amikor a mi klubunk megalakult, hogy a sváboknak a viselete. De ezt én mindig kihangsúlyozom, ez nem csak a sváboknak a viselete, mivel Mözsön a kitelepítés előtt 3 nemzetiség élt. A svábok voltak többségben, a tótok vagy szlovákok és a magyarok, mindenki ugyanezt a viseletet viselte. És hát nagy büszkeségünk, hogy 93-ban tradícióvédjegyet kapott a viselet, és 2017-ben bekerült a Tolnavárosi értéktárba és a megyei értéktárba is. Elmondható, hogy mindkét díjazott nagyon fontosnak tartja az őseik történetének megismertetését, a hagyományok megőrzését és azok átadását az utódoknak. Ha az ember nem ismeri a gyökereit, ha nem tudja, hogy honnan származik, akkor szárnyai sem nőhetnek. Jótékonysági árverést szervez a Tolnai Gondozási Központ. A tételek között szerepel többek között Böde Dani meze vagy Dárdai Pál foci cipője is. Az aukció bevételét a rendszeres szociális támogatásban részesülő családok karácsonyi ajándékozására fordítják. Ez a mez Böde Dani által dedikálva várhatóan a legkeresettebb lesz a Családsegítő Központ aukcióján. A karácsonyi jótékonysági akció anyagi hátterét kívánták ezzel az árveréssel megteremteni. A kezdeményezés mögé civil szervezetek és magánszemélyek is beálltak. 9 tolnai szervezet összefogásával valósul meg ez az első tolnai jótékonysági aukció, melynek a bevételét a Tetszebb a karácsonyt elnevezésű adományozási programra szeretnénk fordítani. Ez a program már évek óta hagyománnyá vált, és a járványügyi helyzet adta azt a kényszer megoldást, hogy ilyen módon tudjuk az alapját ennek megvalósítani. Úgyhogy az aukcióból befolyt összegből szeretnénk majd rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeknek karácsonyi csomagot készíteni. Az akcióban tavaly 60 család vehetett részt, és a felmérés most is zajlik arra nézve, kik számíthatnak az ajándékokra. A jótékonysági aukció háttérmunkálatai mellett jelenleg folyamatosan zajlik egy adatgyűjtés, egy igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy kik azok a családok, akik akár a járványügyi helyzetből adódóan, akár ettől függetlenül sajnos olyan helyzetben vannak, hogy szívesen fogadnának segítséget, adományt jelen esetben ajándékot. Az óvodaiskolai szociális segítőink a járás valamennyi oktatási nevelési intézményeiben eljuttatják ezeket az igényfelmérő lapokat. Ezek visszaküldési határideje november 15. Terveink szerint a jótékonysági aukció lezárását követően ezeknek az adatlapoknak a figyelembevételével történik azoknak a gyerekeknek a kiválasztása, akik ezáltal ajándékba részesülhetnek. Nagyon izgatottak vagyunk, mert még ilyen jótékonysági aukcióra nem került sor, és nagyon bizakodóak vagyunk, mert az adománygyűjtés során, illetve a felajánlások gyűjtése során így személyes tapasztalataim alapján nagyon szolidárisak az emberek, nagyon pozitívan álltak ehhez a kezdeményezéshez. És én azt gondolom, hogy ha itt széttekintünk az asztalnokon, mindenki talál kedvére valót, amivel úgymond duplán ajándékozhat, hiszen azáltal, hogy licitál, nem csak egy gyerek karácsonyát teszi szebbé, hanem akár a szerettei számára is ajándékot gyűjthet. Rengeteg felajánlás érkezett. Helyi, környékbeli vállalkozók, civil szervezet, elszármazott, magánszemély és művész adakozott ebbe a programba.
180 tételnyi adomány gyűlt össze. A program mellé állt Lajtai Kati, a tolnai kötődésű előadó és zenetanár is. Az átverés november 18-án nyílik meg a Családsegítő Központ Facebook felületén. Ott lehet majd a tételekre licitet tenni egészen november 25-én 14 óráig. Győztesek a licit zárását követő két napban vehetik majd át a licitált tárgyakat. A Családsegítő Központ munkatársai abban bíznak, a kezdeményezés olyan sikert adott majd, hogy gazdag karácsonyt tudnak varázsolni a rászoruló családok részére. Most rövid reklám következik, majd a szövőgyár egykori kútjához látogatunk, amit felújított a város önkormányzata, és a jövőben kilátóként teljesít szolgálatot. Maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Épít, átalakít vagy felújít? Akkor keresse a Kádzi építőanyagot Tolnán. Ha a festéket, vakolatot, szerszámot keres, a legjobb választás a Bitomaszi Kft. Tolnán, a Bajcsi utca 22 szám alatt. Nálunk mindent megtalál, amire házának szüksége lehet. Homlokzati hőszigetelő rendszerek, vakolatok, festékek, akár helyszíni színkeveréssel is. Emellett lazúrok, zománc festékek, szerszámok nagy választékával várjuk. Több mint 100 négyzetméteres bemutató termünkben tapéták, bordűrök, álmennyezett lapok színes kínálatából is válogathat. Forgalmazunk kötőelemeket, barkácsoláshoz szükséges szegeket, tipliket, csavarokat, fúrószárakat. Ne feledje, színt viszünk az életébe. Szolgáltatásaink személyre szabott árajánlat készítés, szaktanácsadás, helyszínre szállítás. Nézzen be hozzánk, érdemes, Kádzi festéküzlet Tolnán a Hősök terével szemben. Finomat enne? Várja Önt az Édesem cukrászda és pékség Tolnán, az Alkotmány utcában a CBA mellett. Kínálunk péksüteményeket, cukrás süteményeket, salátákat, szendvicseket, pizzát és rendelésre hamburgert is, legyen az reggeli, ebéd, vacsora, vagy csak ha úgy megkívánja. Kóstolja meg kávé különlegességeinket, vagy olcsa szomját üdítővel, alkoholos itallal. Finomat enne? Akkor térjen be hozzánk! Édesem cukrászda és pékség Tolna. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telen a magazint. Rozmájer Ferenc a 19. században élt Tolnán és hajózással, kereskedelemmel foglalkozó vállalkozó volt. Adományaival segítette a város fejlődését. Tevékenysége eredményeként róla nevezték el a szövőgyár egykori gyárkutyát, mely ma már kilátóként is szolgál. 1900-ban indult a tolnai Sején fonoda működése. A gyártáshoz a holtákból szivattyúzták a vizet a fonoda melletti tárolókba. A vízellátáshoz ezt a kutat használták, meséli Steinmag Gyula helytörténész.
azért került tulajdonképpen Tolnára a fonoda megépítése, mert itt rengeteg víz állt rendelkezésre, és fölépítették ezt a gyárkutat, amit most hála Istennek rendbe tettek. Bezerédi Pál nagyon helyesen döntött annak idején, hogy ide jött Tolnára a fonodát megépíteni, mert itt víz állt rendelkezésre bőven. Ez az egyik dolog. A másik pedig ez a gyárkút Tolna jellegzetessége is. Ugyanis ha az ember régi, háború előtti Tolna képeslapjait megnézi, nagyon kevés olyan van, amelyiken ez a gyárkút nem szerepel. A Dunaparti kilátó Rozmaier Ferenc nevét kapta. Ő volt az a vállalkozó, aki jelentős vagyonra tett szert, és abból segítette a település fejlődését. Vagyonilag is föllendültek, és ebből a vagyomból különféle építményeket, országutat, aztán a tolnai takarékpénztár létrehozását köszönhetjük Rozmaiernak, aztán egy mai napig látható, egy gyönyörű szép templomi oltárt is emeltetett, 6000 annak idején 6000 forintért, ami igen nagy pénz volt. Ez az oltár látható ma is a katolikus templomban. A kútra visszatérve évekig senki sem gondolta hasznosítására, míg nem az önkormányzat úgy döntött, olyan épített öröksége ez a városnak, mely jobb sorsra érdemes. A városnak ugyanúgy, ahogy a Duna, meg a Bárka, ugyanúgy szimbóluma. Tehát nagyon fontosnak gondoltuk mi mindig azt, hogy ezt valamilyen módon megújítsuk. Úgy tűnt, hogy van forrás arra, hogy megújítsuk a gyárkutat, de tekintettel arra, hogy nem csak a régi épületeket, hanem a régi értékes emberek hagyatékait is szeretnénk valamilyen módon megőrizni, így nem csak egy gyárkút lett belőle, tehát nem csak gyárkútként újítottuk föl, hanem igyekeztünk azon is, hogy valami olyan funkciót találjunk neki, ami újszerű, esetleg vonzó, idegenforgalmi szempontból is vonzó, viszont mégiscsak őrzi legalább nevében azt a régi hagyatékot, amit jelen esetben Rozmaier Ferenc hagyatékaként szeretnénk tovább őrizni. Nyilván a funkció nem a gyárkút, ugyan az épp a létesítmény megújult, tehát új lépcsőt kapott, kifestettük, új tetőszerkezetet kapott, és a közeljövőben, de legkésőbb tavasszal pedig táblát fogunk kihelyezni, nyilván összeállítva Rozmaier Ferenc hagyatékából azokat a fontos lépéseket, amiket a városért, illetve hát akkor még községért tett, úgyhogy mindenképpen egy tábla kerül majd elhelyezésre. Én nagyon szeretném, hogyha minél több tolnai látogatna ide, és azok a nem tolnaiak pedig egy kicsit a Dunaparton azokat a létesítményeket is láthatnák, amik korábban a város életében nagyon-nagyon meghatározó szerepet játszottak. És még egyszer mondom, a Duna, a mi Dunánk, az már nem a Duna. A Dunapartunk is értelemszerűen már nem az a Dunapart, hiszen nincs kikötő. Mint ahogy a laktanyai épület együttes sem azt a funkciót látja el, így ez sem a gyárkúti funkciót fogja ellátni, de még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon fontosnak gondolom, hogy azok a város szimbólumok azok megmaradjanak, és esetleg az unokáink, dédunokáink is még. Úgy, ahogy mi a régi fotókon látjuk a gyárkutat, én remélem, hogy a mi örökösöink is majd ezt a Dunapartot, ha egyszer fotózzák, vagy egy mostani fotót látnak róla, akkor tudni fogják, hogy miért van itt ez az épület, és tudni fogják azt is, hogy ki volt Rozmaier Ferenc. 30. önálló kiállítás megnyitóját tartotta Laki Erzsébet nyugdíjas amatőr festő. A Játék a színekkel című kiállítása a Tolnai Magházban volt megtekinthető. Festményei között a megszokottól eltérő stílussal készült alkotásokkal is találkozhatnak az odalátogatók. Tudtam, hogy álmom végül teljesül. Egy villanás, úristenem, a kabát eltűnt hirtelen, s ott maradt egy szürke rongy, és én magányosan.
30. önálló kiállítás megnyitóját tartotta Laki Erzsébet nyugdíjas amatőr festőművész a Tolnai Magházban. A kiállítás a Játék a színekkel címet kapta. Laki Erzsébet 1947. augusztus 13-án született, festeni 2004. második felében kezdett, már nyugdíjas korában. Először csak tájképeket készített, napjainkban már a portrékészítés az egyik szenvedélye. Elmondása szerint a festészetet sosem tanulta, autodidakta módon képezi magát. Különböző festőtáborokban is részt szokott venni, ahol már rengeteg új embert ismert meg, és egy nagyon jó baráti köre alakult ki. Én nagyon szerettem gyerekkoromban is rajzolgatni, és mindig vágyam volt, hogyha nyugdíjban megyek, akkor én elkezdek festeni. Hát ez akkor megvalósult. Autodidakta módon képzem magam, hát veszem a könyveket ezzel kapcsolatosan, festéssel kapcsolatosan, és úgy próbálom képezni magam, vagy táborokba megyek, ahol festőművészek oktatnak, és nagyon, nagyon jól tudok velük haladni. És hát szeretem csinálni. Tavaly sajnos le kellett mondanom, de Paksra jártam egy adonyi festőművésznő, aki nagyon imádtam, nagyon szeretem. Nagyon sokat tanultam tőle. Amikor először nála jártam, az még Balatonalmádiba volt, akkor hát észre lehetett venni, saját magam is észrevettem, hogy változtam. Tehát valahogy, mintha az én kezemet fogta volna, hol ott semmi úgy nem, csak megnézte és úgy irányított, ha esetleg eltértem valamitől, hogy valami nem úgy jött össze. És mindenki látta ezt a fejlődést, nem csak én, hanem az ismeretségi körömben is megállapították. És hát azóta sokat voltam Pakson táborban, akkor Várdombon is voltam. Nem csak ezeket a képeket, hanem absztrakt képet is festettem. Nem igazán az én stílusom, de szeretem, látom azt, hogy mit akar ábrázolni, nem ilyen összevisszaság, és ezt próbáltam három új képemmel megvilágítani, és mivel egyetlen egy volt, adtam volna mindegyiknek címet, de mivel játszadoztam tényleg a színekkel, ezek akrillal készültek, kicsit nehezebb, mert az olaj azért könnyebb, és nem akkor legyen a címe Játék a színekkel. A festmények között szinte elkerülhetetlenül szembe tűnik néhány új stílusban készült portré, amelyek különböző hírességeket ábrázolnak. Azt is elárulta, hogy melyik híresség plakátja adta hozzájuk az ihletet. Mivel már szeretem a portrét, és a játszint fölkért, hogy hát ha esetleg tudnék vállalni egy kiállítást, akkor nagyon szívesen, és volt egy ötletem, Michael Jacksonnak láttam egy plakátját, ami ott is van. És az adta az ihletet, hogy megpróbálok ilyen stílusba, ezt én is művészeket, akár énekes, akár színészeket, és ez adta az ötletet. Erzsébet az egyik kedvencét is megmutatta a kiállított képek közül, amely 2011-ben készült, amikor egy francia amatőr festőcsoport látogatott el Szekszárdra. Elmondta azt is, hogy miért olyan kedves számára ez a kép. A Bezonból az amatőr festőcsoportot 8-an vettek részt, és ott együtt festettünk. És én pont ezt a spanyol táncost festettem, este itthon kirajzoltam, hogy hát azért, mert én még nem festettem akkor még arcképet. És mikor készen volt, hát még egy kicsit ragadt, mert olaj, mivel festettem, és a francia festők, ők keretezték be, még nincs is lelakkozva, de ugyanúgy van a keretbe, mint ahogy ők beletették, és ezt azt mondtam, hogy el nem adom, és így marad, ahogyan akkor ez elkészült. A festő úgy fogalmazott, hogy az alkotás számára a kikapcsolódást és a megnyugvást jelenti. Sima tolnamözsi győzelemnek ígérkezett a női futszál NB1-ben az idei első tolnamözs szekszárdi UFC megyei rangadó, olykor presztízs csata,
Sokáig úgy tűnt bejön a papírforma, hiszen már 3 góllal is vezettek az erősebb játékos állományú hazai tolnamözsiek. A fiatal rutinos játékosaik egész sorát veszítő szekszárdi csapat azonban ezen a meccsen is bizonyította, tényleg van keresni valója az élvonalban. A papírforma a 2 Tolna megyei női NB1-es futzálklub idei első összecsapásán az erősebb játékos állományú tolnamös csapatának könnyű győzelmét ígérte. De mégis majdnem borult a papírforma a mérkőzés utolsó percében a megyei rangadón. Köszönhetően a szekszárdi Pini csapatnak, akik 3 gólos hátrányból is újítani tudtak, 5-2-ről 5-4-re jöttek fel Vámosi Georgináik, és a játékban bizony benne volt egy újabb szekszárdi gól, noha a tolnamös sem játszott, számukra kritikus periódusban sem alárendelt szerepet. Végül is emlékezetes, a vártnál szorosabb meccs lett a szomszédvári derbi. Bizony nagy kő esett le a hazai kék-feketék szívéről, amikor megszólalt a meccs végét jelző dudaszó a tolnai sportcsarnokban. Mindenki az első fél évet még az építkezésre és a játék struktúrának a kialakításra fogja felhasználni, majd igazán az első 4-be kell lenni, és akkor ott egy új bajnokság fog kezdődni. A hazaiak közül az egyik, hanem a legjobb teljesítményt a fiatal saját nevelésű tehetség Vámosi Georgina nyújtotta. 2 nagyszerű gólja mellett mozgató rugója volt a tolnamezsiek támadó játékának. Igazából ezt a meccset magunknak tettük nehézzé, szerintem ez egy könnyebbnek ígérkező meccs lehetett volna, hogyha a második fél időre is úgy jövünk ki, ahogy az elsőt abba hagytuk. Sajnos nem úgy sikerült, de szerencsére megvan a 3 pont, és ennek örülünk. A nagy csapatoknak tulajdonképpen hát a skalpját megszerezheti ez a tolna, amely a dobogóra vágyik minimum az első 4-ben. Én úgy gondolom, minden csapat ellen esélyesek vagyunk, ha tudjuk a saját játékunkat játszani és a helyzeteinket berúgjuk, akkor minden csapat ellen lehet esélyünk. A védekezés egy kicsit nem volt a visszavédekezés, és olyan, ami ennek lenni kell egy Kiskunfélegyház ellen. Igen, nyilván voltak hibák, ezeket a következő edzésen megpróbáljuk kijavítani, és innen építkezünk tovább. Vámosi Georgina úgy futzálozik, hogy már a nagy pályára is fókuszál. A 2 dolog most még abszolút megfér egymás mellett. Egyelőre futszál mindenképpen, és Pakson mellette az U19-ben játszom, és ez egyelőre pont elég nekem. A tolnamezsi csapatban ezen a mérkőzésen is szerepet kapott a másik ígéretes, ifikorú, saját nevelésű játékos Wiesner Dalma is. Az együttes gerincét, mint ahogy a tavalyi bajnokságban is, a Deszki Vanda Horváth Hanna Szalai Kitti Bajcsi Krisztina Quintet alkotja. Most végre a stabilitás és az állandóság jellemzi az elmúlt években gyakran, már a bajnokság közben is elfogyó tolnamezsi futzálcsapatot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!